Köszöntöm nézőinket! Önök a Bonyhádi Napló című műsorunkat látják. Mutatom, mit kínálunk mai műsorunkban. Örtűzgyújtás a székely autonómiáért. Bonyhán Majoson is fellobbantak a lángok. Baróti Árpád röplabdázó. Végigjátszotta a félvilágot. Jubileum. 30 éves a Máltai Szeretetszolgálat Bonyhádi csoportja. Halloween. Bonyhádi iskolások is ünnepeltek. Testületi ülést tartottak Bonyhádon. Október utolsó vasárnapja a Székely Autonómia napja. Ebből az alkalomból vármegye szerte több helyen gyújtak örtüzek. Stábunk a Bonyhád-Majosi rendezvényről készített zenés összefoglalót. Nagy öröm számunkra, hogy a mai napon, itt, ezen a helyen mi is támogathatjuk nemzettársainkat, nemzeti szimbólumaink és anyanyelvünk szabad használatáért vívott küzdelmében. Adjátok vissza a hegyeimet! Ne mondjátok, hogy keressek magamnak máshol helyet a világban, mert nincsen ennek a világnak helye, ami az enyém volna azon az egyen kívül. Ne mondjátok, hogy lelek magamnak hegyet a Cordillerákban vagy a Sierra Nevadán, mert a más hegyei azok, nem az enyimek. Az én számomra nincs szépségük és nincs békességük azoknak a hegyeknek. Adjátok vissza a hegyeimet! És azt sem mondjátok, hogy nem én vagyok az egyetlen, akinek ez a sorsa. Mert milliók váltak földönfutókká játékaitok során, és én csak egy vagyok a milliók közül. Számomra nem vigasztalás, hogy millióknak fáj ugyanaz, ami nekem. Magamnak fáj, ami bennem fáj. Adjátok vissza a hegyeimet! Baróti Árpád Bonyhádon ismerkedett meg a röplabdával. A 42-szeres, 206 cm magas válogatott játékos a világ számos országában, így Olaszországban, Dél-Koreában, Németországban, Franciaországban, Törökországban és Japánban ért el sikereket. Szülővárosában Bonyhádon is elismerték pályafutását, és Boros Dezső díjjal tüntették ki. Most a róla szóló kisfilmet mutatjuk meg önöknek. Csábrek János tanár úrral kezdtem el itt röplabdázni a 2. általános számú iskolába. És mi rendeztük meg itt a sportcsarnokba, pont ebbe, csak akkor még nem volt felújítva. Egy diákolimpiát, és sőt azt meg is nyertük a megyeit. Utána az országos elődöntőt is mi rendeztük, ahol a Kaposvárra játszottuk a döntőt, és ott az edzőnő szólt a Kelmen Pista bácsinak, aki volt a válogatottnak, az ifjú válogatottnak az edzője, meg az első MCM Kaposvárnak a felnőttnek a vezetőedzője, hogy van egy ügyetlen magas srác Bonyhádon, és ő kimondottan szerette az ilyeneket, mert ő neki mindig az volt a mondása, hogy a technikát azt lehet tanítani, de ugye a magasságot azt nem. Akkor ez onnan jött, és innen indult az egész röplabdás dolog számomra.
Utána a Püstö bácsi eljött, aztán meghívott erre az ifi válogatottságra. Volt egy ilyen válogatónk, ott mondta is, hogy mindenképp menjek majd. És onnan indult el ez az egész ifi válogatottság. Akkor leigazoltam Kaposvárra. Kaposvárba játszottam egy évig. Utána visszament Dunaújvárosba, akkor mentem vele is, meg több csapattársam is. Az ifi EB-re kijutottunk a válogatottal, és az utolsó évünkben érettség előtt volt junior EB-nk Dunaújvárosba, és ott az érettség után közölte velem a Tomonoci Tibor, aki a Dunaferben volt csapattársam is, meg edzőm is, hogy megkereste őt a junior EB-s rejtező után egy olasz menedzser, és szeretne velem dolgozni. És akkor emiatt felutaztunk Budapestre egy megbeszélt időpontba, és akkor én aláírtam vele egy szerződést, és onnantól kezdve vele dolgoztam. És akkor a következő nyáron, vagyis augusztusban már kaptam ajánlatokat Belgiumból, Olaszországból, és nyilván én akkor, abban a pillanatban nekem Olaszország volt az álom, szóval azóta röplabdának a fellegvára, úgyhogy én mindenképpen oda szerettem volna menni, és oda is mentem. Az évek elteltek, azért 12-3 év után most már azért úgy érzem, hogy úgy jó lenne hazajönni. Most ugye itthon is maradtunk. Tavaly fél évet, fél szezont játszottam Kaposváron, meg idén aláírtam velük, de jövőre azért még szeretnék külföldre menni a kis családommal. Mindenképp, mert azért én még úgy érzem, hogy még van bennem. Én nagyon örülök ennek a díjnak. Nagyon meglepődtem, amikor a polgármester asszony felhívott, és megmondom, hogy nagyon örültem is neki. Én nagyon kötődöm, nekem itt van családom, barátaim. Én nem hiába építkeztem ide, mert tényleg én itt tervezek hosszú távra, én itt szeretném leélni az életemet. Én nagyon szeretem Bonyhádot. Én nem szeretem a nagy zsúfolt városokat itt. Nagyon szeretem, hogy tényleg jó a levegő, ismer mindenki mindenkit. 5-10 percen belül eljutsz bárhova, úgyhogy csendes. Én ezt nagyon, nagyon szeretem. Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Bonyhádi csoportja. A jubileumi rendezvényen a szervezet alapító elnöke Kozma Imre atya is jelen volt. Ő úgy fogalmazott, hogy a szeretet és a közösséghez való tartozás különösen fontos a mai világban. Alakulásának 30. évfordulóját ünnepelte a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Bonyhádi csoportja. Kozma Imre atya mellett köszöntő beszédet mondott Filóné Ferenci Bolya, Bonyhád polgármestere, Kövesfalvi Sándor az Egyesület dél-dunántúli régiójának vezetője és Kisné Mária főorvos. A 3 évtizedes jubileum jelentős mérföldkő, mondta Súrián József, az Egyesület Bonyhádi csoportjának vezetője. Hozzánk önként jönnek az emberek lelki indítatásból elsősorban, mert akik szerencsétlen sorban vannak, szegények, azokon megesik a szívünk, részvét támad bennünk, és mi annyiban különbözünk talán az embertársaink többségétől, hogy bennünk a részvét, az irgalom, az cselekvő szeretetté válik. Kozma Imre atya szerint a modern, európai ember elhagyta az Isten hitet. Hozzátette, a szeretet és a közösséghez tartozás különösen fontos a mai világunkban. Hogy azok az emberek, akik rászorulnak támogatásra, akik olyan helyzetben vannak, hogy talán egyedül nem is tudnának létezni, ezek az emberek is ne csupán valami támogatást kapjanak ahhoz, hogy létben tudjanak maradni, hanem valamit meg tudjanak sejteni a másik ember elkötelezettségéből, a másik embernek a szeretetéből, mert valójában ez éltet bennünket. Az ünnepély közös vacsorával zárult. Megtartotta soros ülését a Bonyhádi képviselőtestület. Többek között döntöttek az igazgatási szünetről, a köztisztviselők évvégi jutalmának összegéről, valamint a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ igazgatójának személyéről.
6 millió forint. Ennyi pénz áll rendelkezésre a bonyhádi köztisztviselők évvégi jutalmazására. Erre pótelőirányzatot kell biztosítani a képviselőtestületnek, hiszen az év elején olyan bizonytalan volt még a költségvetés tárgyalásakor a rendelkezésre álló keret, hogy az évvégi jutalom nem került be a költségvetésbe, így most szükséges annak a biztosítása. A két ünnep között zárva lesz a polgármesteri hivatal. Erről is döntött a képviselőtestület. Erre egy júniusban megjelent jogszabály ad felhatalmazást a képviselőtestületeknek. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy a két ünnep között, tehát december 27-től január 1-ig igazgatási szünetet rendel el a közös önkormányzati hivatalban. Régi új igazgatója lesz a Vörös Marti Mihály Művelődési Központnak. A képviselők újabb 3 évre szavaztak bizalmat Juhász Józsának. 3 éves szakképzést és 5 éves technikumi képzést is kínál a bonyhádi Percelmor Technikum és Kollégium. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum intézménye duális képzés keretében elméleti és gyakorlati tudást nyújt a tanulóknak, akik érettségit és szakmát is szerezhetnek a tanulmányaik alatt. A Bonyhádi Percelmor Technikum már 1945 óta itt van a városban, viszont 2 helyre, új helyre költöztünk. Most a Jókai utcában egy teljesen megújult iskolaépületben, teljesen modern körülmények között oktatjuk a diákjainkat. A felújítás során nem csak tanműhelyeket és informatikai termeket fejlesztettünk, hanem minden egyes terembe okostábla került, ahogy a mai kor kívánának megfelelően interaktív módon tudjuk a diákokat tanítani. A számítógép termeink a legújabb számítógépekkel vannak felszerelve, ez természetesen nem csak az informatikus tanulóinkat segítik, hanem mindenkit, hiszen például az alapvizsga vagy a szakmai vizsga egy része is interaktív módon zajlik most már. Ezen kívül a műhelyeinket is modern gépekkel szereltük fel, hogy a lehető legmagasabb szinten tudjuk oktatni diákjainkat. A testvérem is ide járt, és nagyon sok jót hallottam róla, ezért úgy gondoltam, hogy én is megmérettetem itt magam. Nagyon szeretek ide járni a közösség miatt is, úgy érzem, hogy itt mindenki egyenlő félként tekint a másikra, és mindenki egyenlő. Nagyon sok segítséget kapunk a tanárainktól is, nagyon segítőkészek és kedvesek, és nagyon sok barátra tettem szert, ezért is szeretek ide járni. Nagyon szeretem, hogy a szakmai órák nagyon érdekesek, interaktívak, és a tanárok nagyon jól szokták előadni a tananyagot. Szakmai kirándulásokra is szoktunk járni. 2 évvel ezelőtt voltunk Budapesten a Pénzmúzeumban, ami nagyon érdekes volt és interaktív. Képzésünkben pedig mind a technikum, mind pedig a szakmaképzés jelen van. Hagyományosan erős a technikumi képzésünkben a közgazdasági vonal, a pénzügyi számviteli ügyintéző vagy a vállalkozási ügyintéző, az épületgépész technikus vagy az informatikai technikus képzésünk, illetve a webáruházi kereskedő technikus képzésünk is szintén a technikumi kínálat palettáján van. Szakmáink közül, ami 3 éves képzésben van, pedig az épületgépészethez kapcsolódóan hűtés, fűtés, szellőztetés szakmai irány. Mondhatnánk, hogy ők mondjuk lesznek a klímások.
és a fűtés- és gázhálózatrendszer szerelők, röviden a fűtésszerelők tanulnak nálunk, valamint az asztalosok, illetve kereskedők, hiszen Bonyhád kisváros, kereskedőváros, nagyon fontos számunkra, hogy mindenhol szakképzett eladók, kereskedők legyenek. A duális képzés keretében mint a szakmás, mint pedig a technikumi tanulóinkat igyekszünk partnereknél, úgynevezett duális partnereknél elhelyezni. Ez azt jelenti, hogy diákjaink cégeknél vagy ágazati képzőközpontban plusz gyakorlati tudásra tesznek szert, és erre az időre ők már nem ösztöndíjat kapnak, hanem jóval magasabb gyakorlathoz kapcsolódó munkabért kapnak. Nagyon jó képült kapcsolatrendszerünk van a duális partnerekkel, akikkel a diákok munkaszerződést kötnek, és a sikeres szakmai vizsga után sikerdíjat kap nem csak a cég, hanem a tanuló is, ez több százezer forint is lehet akár, és a legjobb diákokat természetesen megtartják a duális partnereink, ezek a képzőhelyek, hiszen a jól kiképzett munkaerő kincs itt a kistérségben. Igazság szerint legfőképp a távolság, mert az iskolának a távolsága a lakóhelytől volt fontos szerep, ezen kívül pedig Bonyhádon nagyon sok ismerősöm járt ebbe az iskolába, akik ugye ezt tanácsolták, hogy ide jöjjek pont ezen a szakmán, tehát így a kettő ez nagyon fontos volt. Ezen kívül pedig hát igazság szerint nagyon sok szakmát megnéztem, és ugye ez pont hiány szakmának minősül, és ezek alapján ugye a kereset is azért sokkal nagyobb rá, meg hát a megkeresett pénz is sokkal nagyobb lesz. Úgyhogy igazából ezek voltak a legfőbb okok, amiért ezt a szakmát választottam. A bártnál sokkal jobb. Nem gondoltam volna, hogy ennyire jó a közösség magában az iskolában, és hogy a gyakorlati helyet is ilyen jól fogom megválasztani. Ugyanis nagyon sok munkatapasztalatot szereztem így, és ugye ez nagyban a gyakorlati helytől is függött. Szeretem a sok programot, az, amit az iskola szervez, illetve a versenyeket, a tanárokat, az igazgató urat. Nagyon, nagyon kedvesek és segítőkészek, és én nagyon szeretek perceles lenni. Még visszarázódunk a nyári szünetből, és hogy tényleg így összekovácsolódunk még jobban, illetve ugye a kilencedikesek, akik akkor kezdik el szeptemberbe, ők is így megismerik a hagyományokat, és hogy is zajlik itt az élet nálunk a percelben. Nagyon sok színes program van, illetve tényleg nagyon, nagyon segítőkészek a tanárok, és mindenben nyújtanak segítséget, bármikor fordulhatunk hozzájuk. Nyílt napunkra szeretettel várunk minden érdeklődő nyolcadikost, minden érdeklődő szülőt. Október 26-án, csütörtökön 8 órától várjuk a szülőket, és várjuk a reménybeli diákjainkat, ahol nem csak megmutatjuk, hogy hogy néz ki nálunk egy tanóra, akár közismereti tanóra, szakmai tanóra, hanem beszélgetünk olyan volt diákjainkkal, akik sikeresek lettek a saját szakmájukban. Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum minden iskolája bemutatkozik Bonyhádon a kaszinókertben november 9-én. És végül, de nem utolsó sorban, ajánlom november 20-ai műhelytúránkat, ahol kimondottan a szakmai műhelyeket mutatjuk meg diákjainknak, illetve szüleiknek. Halloween-i napot tartottak a bonyhádi Széchenyi István iskolában. A gyerekek tököt faragtak, szellemházban rémizgették egymást és jelmezbe öltöztek. A nap zárásaként közösen körbefutották az intézmény épületét.
A Halloween-t ünnepelték a Bonyhádi Széchenyi iskolában. Az eseményen a gyerekek jelmezekbe öltöztek, tököt faragtak és szellemházban játszottak. Az intézményben fontosnak tartják felidézni az angol száz hagyományokat, mondta Steiner Krisztián igazgató. Nyilván minden ünnep ez is megosztó. Mi azt gondoljuk, hogy minél több hagyománnyal kell megismerkedni, felidézni, aztán mindenki eldönti, hogy melyiket követi. Az angol nyelvterülethez ez hozzátartozik, tehát én azt gondolom, hogy ez bizonyos szempontból természetes, hogy mi is foglalkozunk vele. Az esemény lényege a pozitivitás, és hogy a gyerekek jól érezzik magukat, mondta az igazgató. A naphoz kapcsolódóan egy tökfaragó versenyt is meghirdettünk, 36 alkotástök érkezett be, és ezek közül a zsűri 20-at tudott díjazni. Itt is elsősorban arra mentünk, hogy ne egy versengés legyen, hanem egy ilyen játékos, vetélkedő, a gyerekek örömmel csinálták, mi pedig örömmel díjaztuk őket. A programokban alsós, felsős diákok és tanáraik együtt vettek részt. Csontváznak vagyok beöltözve, és jó volt a napom. Bementünk a szellemházba is. Még volt itt táncolás, meg futás. A futás végén a gyerekek cukrot kaptak ajándékba. Az iskola a jövőben is tervezi megtartani a szokást. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!